a basszus, nála úgy csak ott vártál, mert megint itt nem tudok. És mi van? Ezt nem hiszem már. Akkor indulj el. Jó. Most csak ne arra úgy csak, itt már tényleg nem lehet, az egész város nem lehet lekövetni, hogy most akkor biciklisáv, vagy embersáv, vagy mi van itt, miért nem lehet normálisan feltáblázni? Mindegy, ezt mondjuk jó embernek mondom, persze majd... Vigyázz, belemény! Kell megölni, paraszt. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves kis közönségemet, a mai baromi híres és baromi helyes utazó karácsony flor karácsony. Vagy melyiket szereted előbb, ami... Hát a flort, amivel el vagyok, az... Ja, szóval akkor a flor az is egy keresztnév. Csak hát ott... inkább művésznév inkább. Ja, művésznév, és akkor vezetéknél művésznév. Jó, tehát akkor a mai utazom karácsony Fluor Tomika, vagy... Hát figyelj, hívja, hogy akarsz inkább, akkor legyen jó, az. Akkor Fluor Tomika, énekes, ugye... Rapper. De mert miért? Hát inkább rapperni szoktam, mint énekelni. Hol? Még hol? Márhol. Tényleg? Azért furom, mert én meg tök sokat hallgattalak, és nekem ilyen éneknek tűnik, de mindegy, akkor... Köszi. Jó, de akkor te ezt rapnak hívod. Jó, na, és akkor szerintem azt áruljuk el először a nagyon kedves kis közönségemnek, hogy hova megyünk. Hát arra gondoltam, hogy elmehetnénk Paksra, mert most ott lesz egy fellépés, aztán ugye jönnöm kellett forgatni, és a turnémenedzser is, meg a sofőr is lelépett, aztán ha már jövök, akkor mégis összeköthetjük a kellemes, a hasznos. De ez a izés, Paksa. Hát a belváros. Az Atom. Mármint, hogy a másik város, a vidéki. Hát igen. Nem a pesti Paks, hanem a paksi Paks. Jó, csak mert van, jó, tök mindegy, tehát hogy akkor... Jó, csak mert én nem így számítottam, tehát hogy benzinnel se vagyunk így, meg hogy most igazából pénz is nem, szóval... Aha. Mehetünk amúgy Paksra, csak akkor nem jó, tudom. Nem, csak hát ugye mondtad, hogy elvisztek oda, ahova akarok menni, aztán... Hát jó, de ezt nem úgy gondoltam, hogy tényleg oda, ahova akarod, hanem hogy egy ilyen közteset, egy ilyen... Mindegy, akkor menjünk Paksra, csak akkor nem tudom, hogy lehet akkor az, hogy biztos nálad van valamennyi készpénz, hogy megtankolsz, és akkor út. És akkor az kifizetik neked. Aha. Azt lehet? Mindegy, beszéljük meg majd. Jó. Na jó, tehát akkor evezünk szerintem vidámabb témákra, hogy hallottunk, hogy ugye most nagyon sikeres a családod. Igen? Hát igen, mert hogy az édesapukád most kapott egy nagyon fontos szerepet. Hát egy fő szerepet. Az én édesapám. Igen. Igen, a te édesapád most kapott egy nagyon, nagyon fontos főszerepet igen, az új showban, a Gyurcsány showban. Igen, nem hallottam még róla, tehát, hogy a Gyurcsány showban ő lesz ugye a főszereplő, és... Gyurcsány showban, az most, apám. Hát igen, de most ezt tényleg meglepett, és hogy... Hát mindenképpen, ezt eddig még nem tudtam. Aha, az fura. Igen, meg nem mondta senki. Aha, de akkor te nem is leszel benne a Gyurcsány showban. Nem, de szerintem apukám is lesz benne az. Nem is tudom, hát mi ez a Gyurcsány show. Biztos, hogy benne lesz. Igen? Hát például így hirdetik, hogy karácsony, vagy nem, hogy Karácsony Gergő Gyurcsány show. Hát így hirdetik. Tehát, hogy ő nyilván benne 99 aper közül választották ki, tehát ez de mi közön nekem a Karácsony Gergelyhez? Fú. Ez egy készhetveréses, hogy... Hát nem, de most komolyan. Mert most nem értem, hát, hogy jön egymás ez a kettő. Hát, mert, hogy... Az édesapád Karácsony Gergő. Nem. Az
Nem, hát nekem nem. Nem az édesapád a Karácsony Gergely. Hát de hogy lenne az édesapám? Hát, ha hogy ne lenne? Hát nincs is annyi idős szerintem, hogy ő legyen az apám. Hát szerintem azért van. Tehát annyival nem idősebb, hogy ő legyen az apám. Hát, nagyon simán. Nagyon simán. Hát miért most te, most... Érted azért egy... Mit, hogy 45 éves azért megvan, nem? Hát jó, de akkor 12 évesen lett volna. Hát... Tudom már ilyet. Jó, most mindegy, ezen jussunk túl, tehát ebben nem akarok válkálni, hogy most hány évvel idősebb lehet az apukád, meg azt tudom, hogy te hány éves vagy, szóval tök mindegy, de jó, mindegy, akkor a Gyurcsányról nem akarsz beszélni? Hát nincs mit mondanom róla, de hogy még csak nem is ugyanaz a nevünk a Karácsony Gergely, tehát hogy én Karácsony Tamás vagyok, a Karácsony Gergely. Igen, Karácsony Tamás, Karácsony Gergely, tehát most de nem, mert hogy az egyikben nincsen Y-t, tehát hogy Karácsony, meg Karácsony. Karácsony, Karácsony. Tehát hát, most melyikben nincs neked Y? Hát az enyémben. Jó, akkor neked nincs benne Y most. Ez nekem teljesen mindegy. Jó, figyelj, látom, hogy ha nem akarod, akkor most erről nem kell, akkor térjünk oda vissza, hogy megírtad neki ugye a... Az édesapám vett meg neked ezt a várost, Karácsony Gergőt, amit utána ugye meg is vett, ugye már egy pár éve, és hogy hát jogosan merül fel a kérdés, hogy ugye, hogy most mi a terv, hogy lesz-e édesapu vett meg nekem Karácsony Gergő ezt a Magyarországot, vagy nem lesz, szóval hogy ez hogy? Hát nem az apám sajnos. És akkor, nem tudom, akkor van valami, amit így el szeretném mondani magadról, hogy mit te én, jó, akkor nem az apád, hát nem tudjuk. Ezt például elmondanám magamról, hogy nem írtam neki dalt, és nem az apám. Jó, és tesód van, vagy az sincs, mert nem, akkor az apád, akkor, hogyha, ugye, akkor nyilván az sincs. Nem. Nincs, és senkinek nem az apja Karácsony Gergely. Hát azért ilyet szerintem nem mondjuk, hogy senkinek nem az apja Karácsony Gergely. Csajod van? Az nincs. Na, az sincs. De akarsz, nem? Persze. Majd, ha úgy alakul, akkor jöhet. Hát figyelj, akkor szerintem legyen akkor annyi, hogy most elénekeljük akkor együtt, ahogy szoktuk a izét. Nem szoktuk. Te nem szoktad, de én igen. Ja. Na, szóval, hogy elénekeljük együtt a izét, a Karácsony legyen már tiéd a várost, és akkor nem tudom, szerintem kb. Akkor ezzel meg vagyunk a felvételeztem már. Vagy hát nyilván leviszlek, csak akkor betérhetünk egy benzinkút. Jó? Mehet? Jó, persze. Akkor én nyomom szerintem hozzá azért a bipet, és... Ja, de én a Paksra mondtam, hogy mehet, nem az énekre. Mert hogy Paksra mehetünk. De miért már az ének nem mehet? Hát most nem tudom, olyan kínosak ezek az ilyen... Jó, figyelj, lemondhatsz nemet, csak akkor meg... Csak nyilván tudod, hogy egy szerződés köt, tehát akkor mi meg be fogunk perelni. Na. Vagy ráküldünk, vagy rád küldjük a Bajer Zsoltot. Ez még durvább, mint bármelyik van. Hát szerintem is, úgyhogy szerintem akkor menjen a dal, nem? Inkább menjen. Ameddig érdekes, jó? Tehát, hogy amennyi van benne. Mehet? Aha. Akkor én kezdem, és akkor te mit én beszámolsz 6-ot, vagy amennyit akarsz, és aztán jössz, jó? Oké. B-O-S-S-S-nek swag. Ezt üzenem az összes vesztesnek. Minden nap ellek, de nem... Szerintem ennyi elég. Köszi. Nem csak, mert tovább... Mert én csak eddig tudom. És akkor gondoltam, hogy most tök mindegy, szóval, hogy szerintem nem nagyon fogjuk tovább használni, mert úgyse tudják. Aztán akkor így elég. Nem adjunk fel amúgy valamilyen... ilyen nevetős képeket, vagy valamit nem akarsz. Mert nem voltál rossz amúgy be. Csak szerintem egy picikét unalmas voltál. De ami nem baj, nem baj, mert ugye nem bóc vagy, hanem énekes, szóval, hogy...
felvegyünk ilyen nevetősöket. Ja, hogy nevetünk, és akkor be lehet vágni hát te, mert oda, ahol unalmas? Aha. Ja. Lehet olyat? Mehet? Ne próbáljuk van. Jó. Akkor menj el, szerintem. Ez tök jól megy, menőcseltet. Jó, szerintem ennyi elég belőle, már picit, hogy az se jó tudod, hogyha túltalad. Na, akkor nem lesz jó. Jó, figyelj, akkor... fú, basszus, de azért oda izé is kell, nem? Hogy hívják már ezt az autóútmatricát? Aha. Azt nem tudom, azt meg tudod venni a telódról, mert nekem... Mert én... Csak nekem lefogyott a kártyám, úgyhogy... Meg tudod venni, mert ezt nem akarom, hogy... hogy megbüntessenek. Nem, csak tudod, azért nekünk is a tavalyi év nehéz volt, tévéműsorok maradtak. Jó, hát nyilván én is bérből élek, szóval, hogy ez nem... Gondoltam, hogy valamit azért... Jó, az jó, hogyha ilyen sajnálkozós valamit kapok cserébe, tudod, hogy jövök, hogy mondtam. Ja, hogy úgy... Jó, mindegy, akkor majd én megveszem. Nem tudjátok lemondani a koncertet, amúgy? Hát nem. Vagyis, ha nem érted, akkor mi van? Hát az gáz lenne. Az gáz lenne. Ja. Tudod, mit rak itt a picsába egy busz megálló? Tényleg? Megvallom. Jó. Itt tudok megállni, nem baj, de ott van egyébként szerintem a busz megálló. Jó, van. Hát... Na figyelj, akkor csak egy lezárás, jó? És akkor utána vesz. Baromi kedves közönségem, a mai nagyon-nagyon... Csak most az meg ott a busz, ott a busz, az meg! Paraszt. Jó, nagyon kedves közönségem, a mai baromi unalmas utazóm Karácsony Tamás volt a Gyurcsány Show-ból. Okay.